Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás labdarúgó bajnokság első osztályában a 9. forduló mérkőzéseit rendezték a héten. A játék hét záró találkozóján igazi rangadóra került sor. A listavezető Bretton RT a második klubfetszával csapott össze. Következzen a találkozó. Fordulójában egyértelműen ez 9. játéknap rangadója, hiszen a fehérmezes Bretton RT a listavezető 8 forduló után 8 győzelemmel, tehát 100%-os teljesítménnyel, 48-19-es gólarányjal, 24 ponttal, a kékmezes klubfece a második, 8 meccsen 7 győzelem, 1 vereség, ráadásul az egyetlen kudarc is még az első fordulóban, tehát Máriásiék is 7 meccses győzelmi sorozatban vannak. Az ő gólkülönbségük 58-17, messze öklötték a legtöbb gólt az első osztályban ebben a szezonban. Nézzük, kik juthatnak szóhoz a mai mérkőzésen. A Brettonnál kapuban Csóka István, mezőnyben 3-assal Tóth Péter, 9-essel Horváth Zoltán, 7-essel Horváth Zsolt, 11-essel Baló Sándor, 10-essel Major Attila, 6-ossal Menyhelyi Zoltán, 5-össel pedig Kis Gábor. A másik oldalon, a klubfecánál Develan Zoltán 22-essel a kapuban. Miközben az első helyzet alakulhat ki, azonban jól blokkolták Bretton támadását. Ez a lövés pedig mellé, Horváth Zoltán lőtt mellé. Tehát a fecánál Develan a kapuban. A mezőnyjátékosok 5-össel Máj Norbert, 19-essel Bobori Balázs, 2-essel Kellner Zsolt, 10-essel Máriási Zsolt, 6-ossal Nagy Péter, 4-essel Merkut Adrián, 69-essel Német Antal, 70-essel Zetti Balázs, 16-ossal Török Mikó, 24-essel pedig 20 Károly. Most hagyta el a labda az alapvonalnál a játékteret kirúgás. Merkut. A fece akcióját. Máriási, rossz helyre passzol Horváth, mellé. A második Bretton próbálkozás, a mérkőzés szállt. Mindkettő a balkapufa mellett hagyta el a játékteret. Sose tudni, hogy mitől megy fel a koleszen, ez elég kényes dolog. Imponáló magabiztossággal nyert el a csapatot. Hát úgy van, hogy 5,2 a nyugdíj határérték, és nekem 5,8. Nézzük, hogyan jutottak el eddig a remek sorozatig mindkét csapat. Az első fordulóban a Bretton 6-4-re verte a Truck Trailert, miközben egy szabálytalanságot középen, de nem állították meg a játékvezetők a játékot. Na, ezt folytatni fogom, de nézzük ezt az akciót. Revelannál a labda. Tehát 6-4-re nyert a Bretton a Truck Trailer ellen az első fordulóban. Ugyanekkor a klubfeca kikapott 3-1-re az Old Boys-tól. A második körben aztán innentől kezdve mindegyik csapat nyert. Bretton az Old Boys-t verte 7-1-re. Klubfeca is ekkor begyűjtötte első győzelmét, egyre verték Mávot. A harmadik fordulóban Bretton 4-2-re verte. Nem csak Mávot. A klubfeca 6-2-re a maratont, a negyedik körben a klubfeca Fevitát verte 6-1-re, míg a Bretton RT 6-4 arányban maratont gyűrte le. Az ötödik fordulóban, közben elhagyja a labda ismét a játékteret, ugyancsak kirúgás. Tehát az ötödik fordulónál tartottunk, ekkor a Bretton Fevitát verte 8-2-re, a klubfeca a Fejér Víz 12-2-re. A hatodik körben 4-3-as Bretton győzelem a Fejér Víz ellen, ugyanekkor 8-4-es siker a klubfecánál a Deckebau ellen. A hetedik fordulóban 7-4-re nyert a klubfeca a C plusz V ellen a Bretton RT 11-2 ellen most a Deckebaut. És végül a legutóbbi fordulóban, azaz a 8. körben egy nagyon nehéz Bretton győzelem 2-1 a C plusz V ellen. Nagyon sokáig döntetlen volt az állás azon a mérkőzésen. Ez a baló lő fölé, még a klubfeca brillírozott, hiszen a jó rádiót verték 13-0-ra Máriásiék. Így jutottak el tehát a csapatok ez a két remek sorozathoz. Nincs szöglet, ez is kirúgás, Máriásival ment ki a labda. Sok múlhat ezen a mérkőzésen, legalábbis ami az őszi elsőséget illeti, hiszen jelenleg Bretton 3 ponttal vezet a klubfeca előtt. Ugye nagyon sokáig a Bádogos tartotta a lépést
Brettonnal több fordulón keresztül ez a két csapat volt 100%-os. Aztán a Bádogosnak becsúszott egy döntetlen és egy vereség. Így a Feca lett az első számú üldözője a Brettonnak. Jelenleg tehát 3 pont a különbség, és ha most esetleg a Bretton nyer, ez hirtelen 6-ra nőhet. Hát jelenleg nem úgy tűnik, hogy a Bretton nyer, hiszen a klub Feca szerez vezetést. Az 5. percben járunk, amikor Cetti Balázs találatával a kékek szereznek egy gólos előnyt. De egyelőre nem volt benne a játék képében ez a vezető gól. Igazán veszélyes helyzet nem láthattunk még eddig. Mindenesetre jó eltalált lövés előnyt hozott a klub Fecának. Német. Máriási. Hátra egészen Revelandig. Kellner. Kicsit kockázatos passz volt, de sikerült megmenteni Merkult. Cetti. Vissza Kellnerhez, egyre szépen építgette akcióját a klub Feca egészen eddig a pillanatig. Aztán gyorsan visszaszerzik a kékek. Cetti megcsúsztatja, és bele kellett érnie Csóka Istvánnak szöglet. Jó volt a fejes Cettitől. Bizony befért volna a labda a léc alá. Német a labda mögött. Visszakapta a sarokrúgás után. Egyőre nem tud szabadulni a labdától. Óriási harcban volt Horváth Zoltánnal. Horváth. Fölé. Mint említettem, a klub felszerelőd a legtöbb gólt a bajnokságban, 58-at, pontosabban most már 59-et, 48 gólos a Bretton. A forduló előtt ez a teljesítmény a 3. helyre volt elegendő. Egy kisebb sérülés, a gólszerző Tetti. Nagy gond nincs, talpon a játékos most már. Természetesen a 3. helyet, amit az előbb említettem, lőtt gólok rangsorában. Tettem. Visszaadja a labdát a Feca, és sportszerűen kirúgással folytatódik a találkozó. Baló. Nagyon szépen vettem erre. Kellner nem is tudta a szabályosan megállítani. A játékvezető visszarendeli labdát, ismét el kell végezni a szabadrúgást, hiszen Máriási akadályozta Balót ebben. Csak Baló marad a labda mögött. De könnyen elképzelhető, hogy le fogja gulítani a Horváth Zsoltnak. Ez meg is történik, Horváth még tovább. Jó, a középre játszott labda, Revelant számított rá. Tóth Péter egy kicsit mélyen tette középre a kapu elé. Baló. Átpattan a labda Kellner lábán. Nagyon éles szögből lőtte el Baló. Szögletre így is jó lett. Nagyon szépen csinálták ezt a Bretton játékosok, Horváth Zsolt érkezett középen. Kellner. Német. Kicsit túl cifrázta most. Baló. Ketten támadják meg. A túlerő győz végül Máriási. Reveland. Horváth Zoltán stoppolta le rövid időre a labdát. Német. Belépett elé Horváth Zsolt, mehet tovább. Kis Baló. Nagyon jó a mérkőzés eddig, a gól jót tett a találkozónak. Felpörgött mindkét csapat játéka. Feca gólja óta egyébként inkább a Bretton támad. És a kapufán csattan Horváth fejese. Jól érkezett a túloldalon. Merkutól pattant el. Ez ma marad a labda a Fecánál, bedobás. Mária esik kezében a labda.
Cettiről megy ki, ismét dobás, de ezúttal a másik oldal javára. Kis. Tóth. Baló felé ismét a labda. Keller meglökte balót, újabb szabadrúgás, gyakorlatilag ugyanonnan, ahonnan az előbb elvégeztek egyet. Kéttagú sorfalat kér Reveland. Német és Cetti alkotja ezt a élő falat. Ezúttal Horváth Zsolt a labda mögött. Kis. Be is lőtte középre, és Máriásiról ment ki végül. Jó volt az elképzelés. Baló. Horváth Zoltán próbálta egy akrobatikus mozdulattal kapuba segíteni a labdát. Nem túlságosan magas volt a játékszer íve. Cetti. Máriási. 3-4 ellen. Bele jó ütemben lépett ki Tóth Péter. Valamivel több mint 10 perc játék után 1-0-ra vezet a klubfesz a Cetti góljával. 5. percben szerezték meg a kíkek a vezető találatot. Előkerült a labda is. És a palánkot is sikerült lezárni a németnek. Kellner. Cetti. Még meg tudta menteni a vonal előtt. Igaz, sok öröme nem lett ebből az akcióból utána. Kellner lépett ki egészen hátulról, és megelőzte Balót. Horváth Zsolt. Horváth Zoltán. Spiccel még ellövi, bedobás lesz. Baló kezében a labda. Hosszú ismét érkezik Horváth, visszateszi, és a kapufáról jön le. Kis próbálkozása. És egy csúnya szabálytalanság. Kis marad lenne a földön. Német volt az, aki odalépett túl keményen. Óriási helyzet maradt ki az előbb. A klubfec a kapuja előtt. Nagyon szépen csinálták meg a helyzetet a Breton játékosok. Horváth Zsolt visszafejelte, kis kapura húzta. Néhány centi, és nem kifele, hanem befelé pattan a labda. Valamivel több mint 6 méterről jár a szabadrúgás. Máriási kiugrásra készen a sorfalból. Na nézzük, milyen figura lesz. Baló mellé. Több volt ebben a szituációban, mint ami lett végül belőle. Máriási. Merkut. Horváth Zsolt számított erre a megoldásra. És egy bedobást ki is harcol. A fehérek 7-es számú játékosa. Nézzük, lesz érkező ember ismét a hosszú oldalon. Ezúttal egy középre lőtt labda. Baló. Kis. Tovább teszi. És véd Reveland. Hiszen Horváth Zoltán rúg oda, a labda helyett Máriási talált el szabadrúgás. Parázs jelentek most az utóbbi pár percben a klubfec a kapuja előtt. Cetti az eddig egyetlen gólszerzője. Ez is szabadrúgás. Máriási. Hát a hosszú oldalra. Német lőtt el. Nem volt igazán veszélyes kapura. Csóka hosszan előre, ez rossz kirúgás volt. Nem érhett el a vonal előtt Horváth Zsolt. Német. Megmentette még a vonal előtt Cetti. Szükség is volt rá, hiszen németről ment volna ki a labda. Kellner. Cetti. Nincs kinek adni.
Aztán Kellner háta mögé szállt a labda. Baló. Jókozát vissza Cetti Balázs, és kivágta Balos Andor elől a labdát. Máriási. Fordulhat a klubfeca, Máriási. A csel jó, de fennakadt Horváth Zsolton. Egy tagú sorfal egyelőre, csak Horváth Zsolt. Most érkezik Baló. És így is bent van. A kapu előtt érkezett Német, aki beleszúrt a labdába, és ez becsapta a Breton kapusát, Csókát. 2-0. Történt mindez a 15. percben. Nagyon lazán belőtte a kapu elé Máriási. Megvalom, nem gondoltam volna, hogy gól lesz belőle, de jókor érkezett Német. Megduplázta előnyét a klubfeca. Máriási. Kellner. Cetti. Most áthámoztam át két emberen. Középre jött labda azonban Csókáé. Kis. Kisebb zavar most a Breton védelmében, és végül kiment a labda. Az oldalvonalon túl. Csere közben a klub fecánál. Az első gól szerzője Cetti ment le, Bobori Balázs 19-essel a helyén. Kellner. Merkut. Marad a labda a klubfecánál. Bár ebben most Merkut sem volt biztos, hogy náluk maradt a játékszer. Máriási. Német. Bobori. Jól védekezik most a Breton. Így nem akadt lövő helyzet. Baló. Ez könnyedén lefülelte Német. Ellövi messziről mellé. Több mint egy méterrel mellé szállt Német lövése. Kis Gábor. Horváth Zsolt. Jó helyen állt most Német. Merkut. Hátra Reverlandi, ketten is megtámadják Reverland Zoltánt. Nem is tud emberhez passzolni. Merkut fejelte ki, bedobás Breton javára. Cetti és Német, a két gólszerző, 2-0 Feca javára. Baló, kapura tudott fordulni, elment a labda keresztbe a ketrec előtt. Szépen alakította ki a helyzetet magának Baló. Nincs mozgás elől. Bobori rosszul veszi át. Oda a lehetőség. Horváth Zoltán. Baló. Horváth Zsolt. Máriási odalépett, így nem tudta megtartani Horváth Zsolt. Bobori. Visszakerül a Brettonhoz. Nagyon szép kötény. Horváth Zoltán. Kapott egy keményet Némettől. Figyelmeztetés a játékvezető Németet. Tóth Péter beteszi a kapu elé. Az utolsó pillanatban szedte fel a labdát Reveland. A berobban a Horváth Zoltán elől. Kellner. Tóth Péter tisztázott, méghozzá úgy, hogy hozzáért a labda Merkuthoz, így a Breton dobhat. 20. perc kezdődik, 2-0 a kékek javára. Bobori. Némettel próbált kényszerítőzni, sikertelenül.
Kicsit veszélyes volt ott hátul. Meg is lett a bőtje. Aztán elvesztették a labdát a fehérmezesek. Kellner. Német. Nem tud most előre jutni a Klukfeca. Merkut, a csel jó, és jó is volt a lövés is. Német el a kapu előtt. Hát vannak helyzetek mindkét oldalon. Eddig csak a Klukfeca tudta ezeket jól kihasználni. Kettőt gólra váltottak a kékek. Másik oldalon egyenlőre kimaradtak a lehetőségek. Jól zavart most Kis Gábor. És egy tanakodás, egy kidob. Mindegyik csapat magának akarta ezt a jogot. Csóka. Baló veszi le. Ki jól is tartja meg? Baló. Megpróbálta indítani Horváth Zsoltot. Kis. Horváth Zsolt nem számított erre a passzra. Német. Kis szerencsével tovább viszi. És az utolsó pillanatban csúszott be Kis. És visszapattant ezek szerint. A Klukfeca 4-es számú játékosára Merkut Adriánra a labda, hiszen kirúgás. Tóth. Csóka. Magasan előre, ezek a felívelések egyelőre nem nagyon jöttek be a Brettonnál. Kellner. Kicsit könnyelmű. Revel annak kell kilépni a kapujából. Merkut. Nagy az iram, lüktető a játék. Egyenlőre jó mérkőzést láthatunk, Máriási lövését öklözte ki, Csóka. Labda egyenlőre eltűnt, úgyhogy szöglet. Lesz majd, ha előkerül, mely a tartalék játékszer. Német lőtt el. A sarokrúgás után mellé. Tóth Péter. Nem tudja, kit válasszon játszótársnak egyenlőre. Végül Balóra esett ez a választás. Baló lövi el, bedobás. Baló. Revelan lépett ki a kapujából, megelőzve Horváth Zsoltot. Úgy megszokhattuk, ezúttal is a hosszú oldalon érkezett. Bobori. Német. Horváth mellett próbál elmenni, szabadrúgás. Bobori teszi le a labdát, de valószínűleg Máriási fogja elrúgni. Nézzük, legurítja Boborinak Máriási. Igen, Bobori. Ez jóval mellé szállt. Kis Gábor. Balót megelőzi. Kellner. Horváth lefejeli. Kísérkezett középen. Ott a fejes. Prevelan indít. Visszarendelik a játékvezetők a labdát. Szabadrúgás végül a Klukfeca javára, az ítélet. Merkut. Bobori. Máriási. Kellner vagy Német a labda útja a Klukfecánál. És lassan le fog telni az első játékrész 25 perce. Tóth Péter.
Jól mozdult ki Reveland. Német. Bobori. Tartja egyelőre a labdát, míg jönnek a többiek. Máriási. Merkut. Messze fölé. Ismét csak eltűnt egy labda. Kis Gábor. És ebben a pillanatban vége az első félidőnek. A szünetben tehát a Feca vezet 2-0-ra a Bretton Erti ellen. Cetti és Német voltak a gólszerzők. A második félidő nagy kérdése, hogy sikerül a Brettonnak egyenlíteni, esetleg a győzelmet megszerezni. A bajnokság eddigi 8 fordulójában egyszer sem került ilyen közel veretlenség elvesztéséhez a Bretton, mint most. Két gólos hátrányban a fehér mezesek. Nézzük, a második félidőben sikerül-e ledolgozni ezt a kétfás hátrányt. Horváth Zsolt. Kis. Balótól elpatant a labda, de Kis megmentette. Nincs sípszó egyelőre. Nem csak egyelőre, később sincs sípszó. Kellner a bedobással. Nagy Péter, aki szünetben jött be csereként, csak úgy, mint Máj. Baló, ki szerencsére megmenti, de Horváth Zsolt háta mögé sarkaszta a labdát végül. Nagyon szépen tezett tovább Nagy Péter, Német még megmenti, és jól lépett ki a kapujából Csóka. Szöglet lesz a végén. Nagy Péter. Ellövi keresztbe Nagy Péter, bedobás. Nem ért hozzá senki a kapu előterében. Itt sem történt lényeges változás a labda útjában, így kirúgás. Többen mozogtak a játékszer irányába. Próbált frissíteni most a második félidő elején a Bretton is. Tízese Major Attila jött be. Tóth Pétert váltotta. Német. Máriási. Távoli lövés bizony kellett védenie Csókának. Major. Hosszan előre íveli. Kellner fejéről megy ki végül. Dobhat a Bretton. A Klub Feca kapuja előterében. Horváth visszafejeli középre, pontosan Reveland kezébe. Német. Bobori. Máriási. Német passzával beleléptek. Baló. Horváth Zsolt. Horváth lövi el, és Reveland lekapja a levegőből. Az erő megvolt a lövésben, pontosan középre szállt. Ajándékba kap egy szögletet most a Bretton. Horváth Zoltán. Visszakerül a labda egészen Csókáig. Horváth Zsolt. Baló. Nagyon szépen tette tovább Major. Horváth Zsolt. Belelépett Bobori a lövésbe. És nagyon erőszakosan megtámadja Kist. Szabadrúgás. Az erőszakosság mellé ezúttal szabálytlanság is párosult. Horváth Zsolt.
Balú elől kipöckölték a labdát, Horváth Zoltán erre veszi. Ott kicsi volt a hely, hogy ezt megcsinálja. Leveland hosszan előre. Jól lépett ki a kapujából. Csóka kapus, akit most a Fortuna mentett meg az újabb góltól. Nagyon szépen játszott össze Bobori és Nagy Péter. Utóbbi lövése végül a lécen csattant. Baló. Beléptek a lövésbe. Német. Bobori. Máriási. A hosszú oldalon Kellner jön. Gyönyörű akció, Kellner vissza, és lefüleli végül Major. Készen hátból is lehet játékos társát. Újabb szabadrúgás, Horváth Zoltánt lökték meg. Nagyon szépen dolgozta ki ezt az akciót a klubpeca. Horváth Zsolt. Bobori, Nagy Péter, ketten szerelik együttes erővel a két horvát, és Revladnak kell hárítania. Igaz, korábban már szabálytalankodott. Egyik jégmezes játékos, ugye a 9-es szagadaton arról jár a szabadrúgás. Horváth Zsolt a labda mögött, Baló várja a legurítást, meg is kapja Baló, belelépnek, Kis, vissza belövi a kapu elé, és Revland már is indít. Nagy Péter tovább, Német, 3-0 a klub Fece javára. Egy villámgyors kontra végén, 32. percben 3 gólosra nő a különbség. Kivédekezték a szabadrugást a kékek, majd gyorsan lekontrázták a Brettont. Egy óriási lövés Horváth Zsoltól. Kapufa. Horváth Zoltán. Cettiről jött vissza a labda, aki időközben visszaállt. Major. Megpattan. Kellneren szöglet. Szorongat a Bretton, de egyelőre nem sikerült megszerezniük a fejereknek a szépítő gólt. Gyönyörű a fejes. Hát a gólt valamelyik horvát szerezte, az biztos, hiszen Horváth Zsolt fejette a kapu elé. Gólvonalon áll érkezett Horváth Zoltán, de hogy róla ment be a labda, vagy esetleg áthaladt a gólvonalon, nehéz eldönteni. Én úgy érzem, hogy Horváth Zoltán gólszerző. Egy perccel a klub Feca harmadik találata után ismét visszáll a két gólos különbség. Ez könnyed zsákmány. Horváth Zsolt. Kis Gábor. Rossz volt a kényszerítő, de szöglet. Nagy Péterről ment ki a labda. Ketten érkeznek a rövid sarokra. Keményen meg is lőtte Horváth Zsolt. Bobori. Nagy Péter. Vissza középre, ez pedig Majoré. Most indulhat Major. Baló. Megpróbálja visszatenni Majornak. Beleálltak a labda útjába. Kellner hozza el végül a labdát. Bobori. Kisvágja ki a kapu előteréből. Dobhat a kékmezes Feca. 34. percben 3-1-es állásnál. Teljes negyedül a túloldalon Cetti. Kisről ment ki ismét.
bedobást, tehát szöglet cserélte most a Peca. Kellner jön elvégezni. Nagy Péter mozg a labda irányába, lecsorog egy lábról, és Horváth Zsolt az, aki most fordulhat vele. Igaz, nem sokáig. Kellner megpróbálta kikísérni, de így is jó neki, hiszen náluk maradt a labda. Máriási. Horváth Zoltán támadja meg nagy vehemenciával. Cetti. Nagy Péter. Ott nem volt senki, így vissza kellett lépni a Cettinek. Kellner. Nagy Péter megcsúsztatja. Nem volt veszélyes a fejes Baló. Horváth Zsolt szemben a kapuval, és belelépnek a labdába. Baló. Kísérkezett teljesen egyedül középen, óriási helyzet volt. Nem tudta jól erőből megfejelni a labdát kis. Ezt eltalálja. Azt hiszem behúzhattuk volna a második strigulát a Breton góljainak rubrikájába. Cetti. Nem tudja megkerülni Horváth Zsoltot. És dobhat a Breton. Való. Tartja a labdát, de elpattant tőle. Bobori. Máriási. 14 perc van még hátra a mérkőzésből. Majdnem elcsípte a labdát Major. Nem sok hiányzott. Kellner. Cetti. Nem tudja felpörgetni magának. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt viszonylag szabadon. Baló. Nem indult Horváth Zsolt. Így hiába tette be a kapu elé. Baló. Csak Revelan tartózkodott ott. Cetti. Kis blokkolt ismét, ráadásul úgy, hogy visszapattan Cetti Balázsra. Mozgás elől, így nem nagyon tud indítani Csóka. Horváth óriási védés Revelantól. Nagyon jól váltott ütemet Horváth Zsolt, elszakadt a védőjétől. A lövésen volt rossz, Revelant hárított. Egy szép mozdulattal, és egy gyönyörű találat. 3-2, ismét nyílt a meccs. Belőtték a kapu elé a Breton játékosok a labdát, és egy gyönyörű mozdulattal juttatta a hálóba Horváth Zoltán. 3-2, és bizony van még idő bőven. 12 és fél perc, tehát egy fél-fél idő van még a találkozóból. Máriási kiavált az előbb a társaknak, hogy nagyon leültünk, bizony így van. Breton egyértelműen fölényben játszik most a második félidőben. Máriási fejeli ki, Horváth. Vissza tudja csúsztatni a kapu elé. Nagy Péter. Cetti Balázs háta mögé jött a labda. Ez jó labda, Major. Középre teszi, és kivágják. Kellner volt az, aki oda piszkált. Érkezett Baló és Horváth Zoltán középen. Óriási küzdelem most a pályán. Hiszen elolvadt a Klubfeca három gólos előnye. Már csak egyel mennek a kékek. Egyértelműen bármi lehet még a vége. Baló. Nagyon szép cselekke Baló. A túlerő győz végül. Német. Nagy Péter.
Horváth Zoltán volt az, aki most visszazárt bele, és kipöckölte a labdát. Máriási, hát a túloldalra Kellner érkezett, viszonylag szabadon, német. Kellernek visszafelé kell mozogni, de nagyon megmenti. Reveland. Kis elfejelte, nem várta meg, hogy jöjjön kapusa, csóka. Major jól tartja meg, Major. Továbbítás rossz. Merkut. Kis és Horváth Zsolt együttes erővel blokkolt ezúttal. Merkut. Nem lövi el első szándékból. Nagy Péter. Sokat várt. Megszerezte a labdát a Bretton. Elkapkodták most a fehérmezesek. Nagy. Jó a továbbítás. Az előbb a másik oldal a Revelant mutatott be egy bravúrt, most csóka. Német lövését tornázta ki. Kellner fölé. Kapásból elvállalta. Az irányzék nem volt pontos. Belül járunk már az utolsó 10 percen, Horváth Zsolt. Jó ütemben lépett oda német, Nagy. Máriási, távoli lövés fölé. Visszajött közben Tóth Péter Brettonhoz. Horváth Zoltán ment le. Ott a középre tett labda, és kipattam végül a kapu előteréből. Marad a fehéreknél. Baló végzi el a bedobást. Major. Mellé. Nagyon kiszorított helyzetből lőtt el. Bretton 10-es számú játékosa. Nagy Péter. Máriási. Merkut. Merkut még mindig fölé. Ballal megeresztett lövés Merkuttól. Ú, egy méter hibázott. Baló meglökik. Elkapkodja ezeket a helyzeteket a Bretton. Lehet, hogy a türelmesebbek lennének a fehérmezesek, akkor többre mennének. Baló, Reveland gyűjti be. Nagyon jó az iram, német, nagyon szép csellel ment el. Német, ott nincs senki. Tóth Péter, csóka. Nincs csak Balót keresve, ismét meglökik Balót. Ezeknél az előre íveléseknél rendre ez a menetrend. Baló teszi le a labdát. Jó 10 méter a távolság. Horváth Zsolt, illetve Tóth Péter várja a labdát legurításra. Most már csak Horváth Zsolt. Baló, gyönyörű. Mindenkit megtévesztettek. Baló nem is hiszi el. Mindenki azt hitte, hogy Horváth Zsoltnak gurítja majd le Baló. Ő betette a sorfal mögött. A kapu elé Tóth Péternek, ki gyakorlatilag egy lépésről lőtt mellé. Bizony egyre paprikásabb a hangulata, ahogy fogy az idő. 6,5 perc. Vétlen kezezésnek minősítik a játékvezetők az esetet. Baló. Német. Nagy Péter és Merkut szelídíti meg közösen. Dobhat a klub feca, Máriási. Német. Merkut. Horváttal szemben, még egy jel tovább. Nagy Péter még megmentette a vonal előtt. Merkut. Tartják a labdát a kékek. Nem úgy a Bretton, Máriási. Nagy Péter. Elcsavarja, még belefejel német mellé.
Nézzük, ezúttal meglökik-e Balót, nem, mert jobban elmozgott emberétől, mint korábban. A 45. percben járunk. Klubfeca, Breton RT 3-2. Horváth Zsolt. Túlságosan erős volt a labda, amit visszatett Major. Nagy Péterről megy ki. Horváth Zsolt. Major. Megpróbálja középre tenni, érkezett Kis. Megint csak Horváth Zsolt jött a hosszú oldalon, sikerült is kapura irányítania a fejest. És Merkut olyannyira megmenti, hogy rápecenti a labdát Tóth Péterre, így szöglet. Óriási az iram. Most fújhatnak egy kicsit a csapatok, hiszen a labda elment a palánk mögé. Kerner lövése után Csóka hárított. Brettonnál Horváth Zoltán duplázott, de mindez kevés egyelőre, hiszen tette mindezt három gólos hátrányban, amikor német két góljával, de tetti találatával már vezetett a Klubfeca. Kisről megy ki. 4 perc a hátra levő idő. Merkut, Baló, most van egy kis területe, megindulhat Baló, el is lövi, óriási gólt lő Baló. Nagy feszültségtől szabadult meg Baló. Próbálkozott az egész meccsen, most sikerült, nagyon eltalálta a labdát. 3-3, nem várt fordulat a találkozón, hiszen a 32. percben még 3-0-ra vezetett a Klubfeca, és innen állt fel a lista vezető, eddig 100%-os Breton RT. Van még idejük a csapatoknak, hogy eldöntsék a csatát Németlő mellé. 3 perc. Megvallom, jó magam, nem gondoltam volna 0-3-nál, hogy lesz még egális ez a mérkőzés. Próbálkozott a Breton, de nem igazán ment nekik, végül csak kibrusztolták az egyenlítést. Igaz, ehhez kellett az is, hogy a Klubfeca első fél időben mutatott jó teljesítménye visszaessen a második 25 percre. Kellner. Tóth Péter fejeli vissza. Merkut. Cselezni próbál. Német. Bobori fordul be, mellé. Szépen csinálta Bobori. Merkut nem tudta megmenteni a vonal előtt. Dobhat a Breton. Ott Péter iveli föl, ott nincs senki. Túlságosan hosszú volt a labda. Bobori. Kis Gábor vele szemben. Merkut egy kicsit magas volt, de megmentette mellel. Merkut. És lehúzza a levegőből Csóka. Már is indít. Major. Kipattan Revelandról. És nem tudja eltenni a kapus mellett Baló. Máriási. Jó iram, szép megoldások jellemzik a találkozót. Méltó az első és második helyzet csapatok összecsapásához ez a találkozó. Baló, át a túloldalra Horváth Zsolt, és mellé száll a labda. Hozzáért még Revelandi szöglet. Bármelyik együttes kicsikarhatja még a győzelmet. Igaz, ezt meg kell tennie 1 percen belül. És Máriási fordulhat. Tóth Péter Gyötri, Máriási, és lefüleli a középre tett labdát Csóka.
Baló. Merre veszi Kellner mellett. Bedobás. Major és Horváth mozog a labda irányába. Reveland. Merkut. Most teszi tovább Német. És kiüti Csóka. Bizony befért volna ott a kapufa mellett a rövid sarokhoz. Német. Lepattant Tótról. Le is jön, az utolsó pillanatokra visszáll Horváth Zoltán. Kellner. A Cseljó, Kellner, még mindig Bobori. Horváth nem tudja kitenni, és fölé. És nincs tovább. 3-3. A mérkőzés végeredménye. 2-0-ra vezetett a Klubfece az első félidőben. Cetti és Német góljaival. Német betalált a második játékrész elején is, ezzel lett 3-0. És végül Horváth Zoltán duplájával és Baló találatával egyenlített a Bretton. Így a táblázat első és második helyezettjének csatáján nem nyert senki. Még egyszer a végeredmény, Bretton RT Klubfece 3-3. Láthatták, a lefújás után néhány másodperccel egy kósza labdának köszönhetően kisebb légitámadás érte kameránkat, de se baj, ettől még az összefoglalók itt vannak. A 9. forduló nyitó meccsén a tabella 6. helyén álló Fehérvíz az utolsó előtti pozícióban szerénykedő Turullájnal találkozott. A sárgamezes újonc gyorsan vezetést szerzett, majd a vizesek hamarjában 2-re növelték előnyüket. A Turullájn rendületlenül próbálkozott a gólszerzéssel, de helyzeteit egy kivételével képtelen volt kihasználni. A második félidőre kiegyenlített játék volt jellemző, eleinte a Fehérvíz támadt többet, majd a Turul irányított. A kékmezesek ösztűz alá vették a sárgák kapuját, és ha a védelem és a kapus már nem tudott hárítani, a kapufák léptek közbe. A Fehérvíz az utolsó percben megadta a kegyelemdöfést, és kialakította a 3-1-es végeredményt. Ezt én annak a számlájára írom, hogy nagyon összeszokatlan még ez a gárda, hiszen igazoltunk most menet közben 3-4 embert is, ugye Velencéről úgy tudtuk őket leigazolni, hogy ők nem játszottak első osztályba. De hát nem vagyunk összeszokva, és ez ennek köszönhet ez a gyászos produkció, sorozatos gyászos produkció. A Turul játéka meglepett, mert többen voltak, mint eddig szoktak a csapatban, szinte szerintem mindenki itt volt önálluk. Úgyhogy sokkal erősebbek voltak, mint az eddig mutatott játékuk. Szerintem a szívosságunk és egy kicsit talán az akaratunkkal tudtuk őket felülmúlni. Most így jött ki, őnekik is voltak helyzeténk, egy jó csapatot tudtunk legyőzni. Most a forgalomban a szerencsét volt nálunk, tehát mi nyertünk, hál' Istennek. A sereghajtó Jórádió 97.1 és a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz összecsapása előtt a lelátón már fogadásokat kötöttek a Jórádió pontszerzésére, vagy éppen újabb vereségére. A rádiósok cserejátékos nélkül kezdték a találkozót, és ez jó hatással volt a pályán ténykedőkre. A sok helyzet és kapufa után a 14. percben előnyhöz jutottak a pirosmezesek. A MÁV ekkor hadilábon állt a gólszerzéssel, csupán kapufára futotta, és a félidő utolsó percében egy kontrából már második találatát jegyezhette a Jórádió. A vasutasok azonban nem siklottak ki, és még ugyanebben a minutumban szépítettek. A MÁV jókor talált ellenfele kapujába, mert a második félidőben szányra kapott és irányította a játékot. Az ostromnak a 45. percben meg is lett a gyümölcse, egyenlített a feketemezes együttes, így a végeredmény 2-2, mely állás azt jelentette, üvegpesgők cseréltek gazdát a nézőtéren. Tulajdonképpen végigvezettünk, az utolsó 7 percben, 6 percben kaptunk egy gólt, és így lett döntetlen. Ég és föld volt a játék a csapatnak a mai napon, meg az eddigi meccseken. Lehet, hogy ez válik be, hogy kevés cserével játszatok végig a mérkőzéseket? Hát ez nem túl nyerő taktika, azt kell, hogy mondjam, tehát szerintem itt mindenki nagyon elfáradt, mert azért aki látta, azt látta, hogy hajtós meccs volt. Kiegyenlített meccs volt, nem szeretném, hogyha ez gyakran előfordulna, hogy nem tudunk cserélni. Nagyon gyengén játszottunk, és én igazságosnak találom a döntetlen. Mindkét oldalon volt vagy 4-4 kapufa. Mi nekünk egy kis problémánk van, mert óvás alatt volt egy mérkőzés, ami morálisan zavart a társát, és engem is látni is, hogy ideges vagyok, de ez nem jelent semmit. Sajnos nagyon gyengén futballoztunk, és sajnos az X, én úgy érzem, hogy megérdemelt.
Mi a véleménye az óvásról, ugye Pusztai Attila jogosulatlanul szerepelt a múltkori mérkőzésen? Hát az óvásról nekem az a véleményem, hogy a Pusztai Attila bement a szövetséghez, tehát nem voltunk mi olyan buták, hogy ne tudtuk volna mit kell csinálni, bement a szövetségre, és mondja nekem, hogy a szövetség azt mondták, hogy játszhat. Hát mondom, akkor játsszál nyugodtan. Én hibáztam, nem kérdeztem, hogy melyik szövetség volt a Városi Labdarúgó Szövetség, vagy a megyein. Ő a megyein volt, és Földvári Ferenc azt mondta neki, hogy nyugodtan játszhat, mert semmi köze a járásnak a megye kettőhöz. És ezért játszottuk, tehát nem bakiból, meg azért, mert csalni akartunk. Én azt hiszem, hogy nem hibáztunk, és azt hiszem, hogy fellebbezni fogunk. A 9. játékhét előtti 4. bádogos a 12. Dekkebauval mérte összereit. A zöldmezes bádogos esélyeshez méltón rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és a magabiztos játék 3 gólos előnyt eredményezett. A bádogos ekkor sorcserét eszközölt, de a húzás nem jött be. A zöld cserék beszorultak, és az egyre több dekkehelyzet után egy büntetőből a szépítő találat is megszületett. Fordulás után ismét a bádogos kezdőcsapata lépett pályára, és ismét növelte az előnyt. A Dekkebó nem adta fel a küzdelmet, és kozmetikázta az eredményt, de nem tudta megszorítani ellenfelét. A bádogos 4-2-re nyerte a találkozót. X benne volt a játékban, de amíg így játszunk, az elején kihagyunk, helyzeteket hagyunk kidolgozni, addig nem marad más, mint gratulálni az ellenfélnek. Amit játszottunk, az nem igazándiból olyat játék. Igazándiból nem erre készülünk, hogy hozzuk ezeket a meccsünket. Az utolsó 3 fordulóba az él lovasok ellen fogunk játszani, nekünk arra kell igazán. Itt csak a 3 pont begyűjtése volt a lényeg, ennyi. Két tartalékosan felálló együttes csapott össze a Truck Trailer Köfém 2 Fevita mérkőzésen. A sárgamezes Fevita viselte jobban a távol lévők hiányát, előbb egy távoli lövésből, majd egy kezezés miatt befújt hetesből is betaláltak Vargáék. A vérszegényen kezdő Truck csak ezután ébredt fel Csipke Rózsika álmából, ám a 2 gyors gól után ismét a Fevita percei következtek, a szünetre ők vonulhattak 3-2-es előnnyel. A második félidőben már csak a vezetést birtokló csapat volt a pályán, a sárgák sorra alakították ki a helyzeteket a Truck kapuja előtt, miközben ellenfelük támadásaiban rendszeresen hiba csúszott. A találkozót végül 9-2-re nyerte a Fevita, ám a Truck a sárgák egyik játékosának jogosulatlan szereplése miatt megúvta a meccset, így a 3 pont kérdése nem dőlt el végleg. Amikor kiderült, hogy cserék nélkül kell lejátszani a mérkőzést, számítottatok ilyen nagy gólarányú győzelemre? Hát megmondom őszinte, hogy nem, de lassan kezdünk hozzászokni, hogy így kell játszanunk. Ez csak vicc volt természetesen. Igyekeztünk, amennyire lehetett, de ma úgy érzem, hogy az ellenfél is kicsit gyengébb volt, és talán nem szerintelenség, de megérdemelt, hogy tudtunk ennyi gólt rúgni. Győzelemre számítottunk. Hát így fél időben mondták, hogy egy játékos jogosulatlanul játszik, és ez meglátszott a másik fél csapaton, pedig megbeszéltük, hogy játsszuk végig, és ahhoz képest nagyon gyenge muzsuk. Igaz, nagyon sok sérültünk van. Hát 13 vagyunk, és ebből 5+1-en vagyunk 6-an. Kiválóan kezdte a C+V Atlantis Pub elleni mérkőzését a Bombon. A forduló előtt a dobogó 3. fokán tanyázó együttes az első játékrész közepéig 2 gólos előnyre tett szert. A folytatásban feljavult a C+V védekezése, ennek köszönhetően a Bombon kevesebb helyzetet tudott kialakítani. A kékmezesek erejét felemésztette az elhárítás, a támadások vezetésére már nem jutott energia ekkor. A második félidő sem hozott sok változást, a C+V Atlantis Pub ugyan valamivel többet merészkedett előre a második 25 percben, gólt mégis az ellenfél lőtt. A találkozó végére ismét meggyőző fölénybe került a Bombon, ám a 3-0-ás eredmény már nem változott a lefújásig. Az elején beszéltünk róla, hogy fölvesszük velük a versenyt, de ezen az estén egyértelműen a fiatalos lendület győzött. Hát igazából a bajnokság elején beszéltünk, hogy nem ezeket a csapatokat kell megvenni. Jövő héten játszunk a bádogossal, az amúgy is egy presztízs meccs, mivel hogy viccesen a Horváth Lászlóval úgy becézzük egymást, hogy a fiók csapata, most mindegy kikinek, most már lassan mi leszünk az ő fiók csapatuk, mert jobban szerepelnek. Azért a csekáik ellen senki nem mehet biztosra, úgyhogy ami olyan volt, amikor kellett, jókor rúgtuk a gólokat, úgyhogy szerintem sima volt egy kicsikét. De mondom, annak ellenére, hogyha az elején ők is beütik, akkor nagyon meleg meccs. A Maratonsport együttese az elmúlt 2 fordulóban nagy gólkülönbségű győzelmet aratott, és úgy tűnt, hogy Szabóék az Old Boys ellen sem adják alá. A zöldek gyorsan 2 gólos előnybe kerültek, ám a kisebb bizonytalanul kezdő Old Boys felpörgette játékát. A szünetig még megmaradt a 2 gólos differencia, ám a második játékrészben 3-2-es maraton előnynél már az ellenfél győzelme sem tűnt lehetetlennek. Hiába szorongatott azonban az Old Boys, a jól kialakított helyzeteket nem zárt a sikeres befejezés. A maraton túlélte a rohamokat, és végül 4-2-re nyertek a zöldek az Old Boys elleni összecsapáson. Nézzük az első osztály 9. fordulójának eredményeit.
Turullány Fehérvíz 1-3, Jó Rádió Máv 2-2, Bádogos Dekke 4-2, Truckfiller Fevita 2-9, Bonbon C plusz V 3-0, Old Boys Marathon 2-4, Bretton Klubfeca 3-3. A tabellát továbbra is a Bretton RT vezeti 25 ponttal, második a Feca 22, harmadik a Bonbon 22 és negyedik a Bádogos szintén 22 ponttal, közöttük a gólkülönbség dönt. Ötödik a Fehérvíz, hatodik a Maratonsport, hetedik a C plusz V, nyolcadik a MÁV, kilencedik a Track, tizedik az Old Boys, a kieső pozíciókban pedig 11. a Fevita, 12. a Dekkebau, 13. a Turullány és 14. a Jó Rádió. Az 1B 8. fordulójában a következő eredmények születtek: FC Chelsea Total Food 3-0, Pici Csel Szép Hőalba Logisztik 2-6, Más Tészta Cooper SC 0-3, Lacbaus Elgáz 4-3, Opsitos Alba Komplett 0-4, Poyák BT Ságépítő 2-6, Coral Duplex 4-0. A bajnokságot a Cooper SC vezeti 18 ponttal, második a Szép Hő 16, míg harmadik az Alba Komplett szintén 16 ponttal. Negyedik az FC Chelsea, ötödik a Plazbau, hatodik a Pici Csel, hetedik a Más Tészta, nyolcadik a Duplex, kilencedik a Ságépítő, tizedik a Shell, a sereghajtók táborában pedig a Coral, az Opsitos, a Total Food és a Poyák BT szerepelnek. Kedves nézőink, a Kispályás bajnokság első osztályában a jövő héten a 10. fordulóban a Bretton RT a Jó Rádióval, a Dekkebau a Turullánynal, a Maraton a MÁV-val, a Fehérvíz a Trákkal, a Fevita az Old Boys-szal, a Klubfeca a Bonbonnal, a C pedig a Bádogossal csap majd össze. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!